Örülnek a szadaiak. Július végén még javában zajlottak a Székely-Beltran általános iskola bővítési munkálatai, szeptember 16-án azonban már elkészült a jelentős beruházás. Szada önkormányzata manapság fehér hullóként önerőből állta a költségeket. Az iskola felújítása 100 millió forintra rúgott. A régi iskolaépületünk már korszerűnek nem mondható, ezért egy energetikai korszerűsítési pályázat már nagyon indokolt lenne. Ennek az eredményhirdetése húzódik, az is elképzelhető, hogy ismét be kell adni, de nem csak az energetikai oldala fontos ennek, hanem az is, hogy agglomerációs település vagyunk, és évtizedek óta tanúi vagyunk annak, hogy nő a gyereklétszám. Ez örvendetes esemény. Az idén éppen átléptük a 300 fős létszámot, tehát több mint 300 gyerekünk van, úgyhogy régóta terveztük a bővítést is. Az energetikai pályázat keretében a bővítést nem tudtuk volna megcsinálni, úgyhogy meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy akkor az, ami pályázatban nem támogatható rész, nevezetesen éppen a bővítés, azt saját erőből, önerőből megcsináljuk. Erre évek óta készen állnak a terveink, úgyhogy a meglévő iskola épületen ezt a körülöttünk látható bővítést ezt végrehajtottuk. Több mint 4 tanteremmel, több helyiséggel bővült végül is az iskolai nevelés oktatás tere ezzel. Illetve az iskola följárata mellett a közétkeztetés, tehát a konyha és az étkező tetőterét építettük be, hogy tovább olyan helyiségek álljanak az iskola rendelkezésére, ahol foglalkozásokat lehet tartani. Összességében a volt iskola épület bővítését, tehát ahol most vagyunk az új tantermekkel és az átalakításokkal, ez 80 millió körüli beruházás lesz, és a konyha tetőtér beépítés, az pedig még egy 20 milliós beruházás. Összességében tehát 100 millió körüli beruházás lesz a végszámunk. Ahogy a bevezetőben említettem, ezt az energetikai felújítást, vagy korszerűsítést, ezt semmiképpen nem szeretnénk kihagyni, úgyhogy vagy a már bent lévő pályázat keretében, amennyiben nyerünk, vagy esetleg egy ismét benyújtott pályázat keretében, ennek mindenképpen neki fogunk futni. Ez az energetikai korszerűsítés az azt jelenti, hogy az épület külső-belső szigetelését, a megmaradt, tehát nem bővített részen a nyílászáróknak a cseréjét végig kell vinnünk, és hát természetesen a fűtésrendszert korszerűsíteni kell, amiben például megújuló energiaforrásokat is szeretnénk bekapcsolni, tehát aprítékkal is fűthető kazánt szeretnénk beépíteni, és akkor lényegében a megújuló energiahasznosítás az teljes körűen alkalmazott lenne az iskolánkban, hiszen a napelemes kiserőművünkről, arról már láthattak a kedves nézők tudósítást, kiválóan működik. Novemberben már talán azt is látni fogjuk, hogy egy év alatt mennyi energiát termelt az iskola számára. Az iskola nem csak több tanteremmel bővült, hanem bútorokkal is gazdagodott. Hát mindenképpen évek óta szükséges volt az, hogy az iskolát bővítse az önkormányzat, de nagy örömünkre ez ebben az évben, illetve ezen a nyáron megtörtént. Azért is, mert egy első osztállyal, tulajdonképpen egy osztállyal több osztályunk indult, egy 8. osztályunk ballagott el, és 2 első osztályt tudtunk indítani. Most már minden év folyamon 2 osztályunk van a jelenlegi 8. osztály kivételével, úgyhogy mindenképpen ahhoz, hogy el tudjuk helyezni ezeket a tanulócsoportokat, szükség volt arra, hogy bővítésen essen át az iskola. Tulajdonképpen a tornatermet és a régi épületet összekötő szárny az, ami kibővült, egy szép nagy folyosó résszel, és erről a folyosóról nyílnak az új tantermek, illetve az alsó szinten természetesen az irodák is bővültek ennek megfelelően. A 2 felső szinten pedig összesen 4 tanteremmel bővült az iskola, 3 nagy méretű, 3 normál méretű tanteremmel és 1 kisebb méretű tanteremmel. Ezt a kisebb méretű tantermet informatika szaktanteremnek tudjuk használni, hiszen csoportbontásban folyik az informatika oktatás nálunk. A másik 3 tantermet pedig, ami tényleg nagyon szép és gyönyörű a kilátás, és amellett, hogy tágas és világos termekről van szó, ezeket a tanterveket pedig az osztályok elhelyezésére használjuk fel. Összesen 60 darab tanulói asztalt vásárolt számunkra az önkormányzat, 120 darab tanulószéket. Ez 4 osztálynak a teljes bútorzatának a lecserélését jelenti.
ezen kívül háromajtós szekrényeket, kétajtós szekrényeket, tehát mindent, ami szükséges volt. Az iskola felújításának teljes generálkivitelezését az első csákánybontástól az utolsó villanykapcsoló felszereléséig az Épp Komplex Kft. Végezte. A kivitelezési munkálatokra bő 2 hónapja volt a cégnek. Július 10-én kaptuk meg a munkaterületet, és ugye a szeptember 15-i határidő, azt lehet mondani, hogy egy rendkívül feszes határidőben és ütemben készülő kivitelezés volt. Egyébként milyen nehézségekkel kellett megküzdenék a munka során? Igazából ugye a régi időkben épült szerkezetek anyagminősége volt az, ami ugye régen nagyon odafigyeltek arra, hogy legyen sok cement benne. A bontásokkal volt rengeteg problémánk, illetve a két épület összeházasításánál voltak kisebb tartószerkezeti problémáink, de abszolváltuk őket minden további nélkül. Szeptember 14-én szombaton, akik tudtak, tanulók, tanárok, szülők bementek segíteni, hogy szeptember 16-án hétfőn megnyithassa kapuit a felújított általános iskola. Hát én az asztalkat tudtam pakolni, a földszintről felhoztam ide, és utána meg be a terembe, meg a növényeket, ugye nagyon porosak voltak, és azt töröltem le. Ugyanezt csináltam, mert együtt jöttünk. Volt, aki felmosott, más a tantermek feldíszítésében segített. Hát minden termet be kellett rendeznünk szülők segítségével. Kitakarítottuk, megkerestük az idevaló bútorzatokat, és amennyire csak tudtuk, dekoráltuk, hogy egy kicsit otthonosabb legyen. Függönyt vasaltunk, létráztunk, ilyesmit. A diákok az első 2 hétben nem a megszokott környezetben tanultak. A katolikus templomnak a közösségi termébe, ami mondjuk nagyon szép, nagyon gyönyörű, nagyon is jól érezték magukat nagy kerttel, fákkal, úgyhogy mondták is, hogy kicsit sajnálják, hogy vissza kell jönni az iskolába, tehát őket nem érte ez megrázkodtatásul, hogy ott kellett tanulni 2 hétig, ők jól érezték magukat, de természetesen ez így sokkal jobb és praktikusabb, ha tanárok meg mindenki így egy helyen van, meg hát nagyon tetszik nekik az iskola, ahogy elkészült, gyönyörű. Szeptember 16-án, hétfő reggel a település előjárói, tanárok, diákok, szülők vettek részt a felújított általános iskola ünnepélyes átadásán. Ma reggel azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon izgalmas lesz. Azért lesz izgalmas, mert ma reggel vagytok először az új, a megújult iskolában. Az elmúlt napokban azért gondolom, hogy nagyon sokan fölmerészkedtetek, ha Lábújhegyen is, és megpróbáltatok egy kicsit belesni, körülnézni, hogy hogy is alakult ez az új, felújított épület. Nagyon remélem, hogy aki látta, örül neki, de azért arra biztatlak benneteket, természetesen a tanáraitok vezetésével és engedélyével, hogy napközben nézzetek majd körül, ismerkedjetek meg az új renddel, egészen mások a folyosók, mások a fönti termek, kicsit másképpen lehet közlekedni. Összességében azonban azt fogjátok látni, remélem, hogy így értitek és így érzitek majd, hogy nagyon szép lett, nagyon jók lettek az új termek, szépek a bútorok, szép a környezet. Jó példát mutattatok évekkel ezelőtt, amikor az új iskola bútorokat megkaptátok. Arra kérlek titeket, hogy ezekre az új részekre, új bútorokra is nagyon vigyázzatok, mert a szüleiteknek minden erőfeszítése benne van. Benne van a tantestületnek minden jó szándéka, tanáraitok, tanítóitok nagyon sokat segítettek, és tettek azért, hogy ilyen szép legyen ez az új épület. A szadai polgármester megköszönte mindenkinek a munkáját, a község lakosságának a hozzájárulását és az egyházak támogatását is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen köszönet illeti az önkormányzatot, és remélem, hogy a nevetekben ígérhetem azt, hogy nagyon fogunk vigyázni az épületre, és rendeltetésszerűen fogjuk használni, és hogy igazán, azt gondolom, hogy igazán örülhetünk mindannyian, hogy szép, tiszta, világos környezetben, és kényelmesen, végre kényelmesen tölthetjük a mindennapjainkat. Köszönöm szépen! És akkor ünnepélyesen hivatalosan is átadjuk az iskola épületét, igazgató asszony, ha megfogják a szalagot, akkor én vágok belőle egyet, és még egyet. Ez az iskolájé.
ez pedig az önkormányzati. Érezzétek jól magatokat, eredményes tanévet! Jó hír a szadaiaknak az is, hogy az önkormányzat nem csak az általános iskolásokra gondol. Heteken belül megkezdődnek az új óvoda épületének kivitelezési munkálatai. Az új létesítmény 3 óvodai csoport befogadására lesz alkalmas.